Kedves hallgató! A hangos könyv elsősorban vakok és gyengéllátók számára készült, de bárki szabadon és ingyenesen hallgathatja. A felolvasást gépi úton végezzük, ezért az esetlegesen előforduló téves kiejtésért és furcsa hangsúlyozásért szíves megértését kérjük. Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes kalandjai. Az eltűnt menyasszony. Lord St. Simonnak különös véget küvője már régóta nem beszédi azoknak az előkelő köröknek, amelyekben a pehes vőlegény forog, háttérbe szorították frissebb botrányok, melyeknek pikánsabb részleteivel szívesebben foglalkozik a plegyka, mint ezzel a négy évvel ezelőtti drámai eseménnyel. Mivel azonban azt gyanítom, s talán nem oké nélkül, hogy a teljes igazságot még senki nem tárta föl a nagy közönség előtt. Továbbá, mivel Sherlock Holmes barátomnak igen komoly része volt az ügy tisztázásában, ide kívánkozik, legalábbis vázlatosan, ez a figyelemre méltó kaland, amely nélkül Holmes működésének leírása nem volna teljes. Még azokban a napokban történt, amikor együtt laktam Holmes szal a Baker Street-en, de már a saját esküvő mégis csak néhány hét volt hátra, hogy a barátom egyik délutáni sétájáról hazajövet egy levelet talált az asztalán. Én otthon töltöttem az egész napot, az idő ugyanis hirtelen esőse fordult, kellemetlen őszi szelek fújtak, és az afgán hadjáratról emlékbe hazahozott kósza puskabolyó kitartóan szaggatott és lüptetett a karomban. A karosszékbe süppedve ültem, lábamat fölraktam egy másik székre, és körülvettem magam egy halom újsággal. Végül, elegendő napi hírt szívván magamba, félrelöptem a lapokat, és fásultan elnyúltam, közben pedig az asztalon heverő boríték címer emblémájára és monogramjára tévedt a tekintetem. Lustán tűnődtem, ki lehet vajon a barátom kékvérű levelező partnere. Igen előkelő epistola várja az asztalon, szóltam Holmeshoz, amint belépett. Míg a reggeli postával, ha jól emlékszem, egy halásztól és egy kikötői vámostól kapott levelet. Igen, a levelezésem tagadhatatlanul nem egy csíkú, válaszolt mosolyogva, és minél közönségesebb a feladó, rendszerint annál érdekesebb a levél. Ez itt nyilván meghívó valamely társasági eseményre, ahová vagy elmegy az ember unatkozni, vagy egy ügyes hazugsággal kimenti magát. Feltörte a pecsétet, és egy pillantást vetett a levél tartalmára. Nocsak, lehet, hogy a végén mégsem lesz teljesen érdektelen. Nem társasági esemény. Nem, kifejezetten szakmai ügy. És arisztokrata ügyfél írta. Anglia egyik legelőkelőbb személye. Gratulálok, kedves barátom! Őszintén biztosíthatom, kedves Watson, hogy az ügyfeleim társadalmi rangja a szememben eltörpül maguknak az ügyeknek a jelentősége mellett. Ebben az új nyomozásban azonban úgy tűnik, hogy talán az utóbbinak sem leszünk hiány. Az elmúlt napokban, ha jól láttam, szorgalmasan tanulmányozta a lapokat, nem de bár. Csak ugyan jól látta, mutattam bánatos képpel a sarokban heverő paksamétára. Nem volt jobb dolgom. Ez most kapóra jön nekem, hiszen így talán föl tud világosítani engem. Én ugyanis csak a bűnügyi híreket és az apró hirdetéseket olvasom. Ez utóbbiak mindig rendkívül tanulságosak. Ön azonban, ha figyelemmel kísérte a friss eseményeket, bizonyára olvasott Lord St. Simon esküvőjéről. Ó, hogy ne, még hozzá élénk érdeklődéssel. Nagyon helyes. A kezemben lévő levelet ugyanis maga Lord St. Simon írta. Felolvasom önnek, cserébe pedig fellapozza az újságokat, és ismerteti velem, amit az ügyről írtak. Íme a levél. Kedves Mr. Sherlock Holmes. Lord Beckwader biztosította arról, hogy maradéktalanul megbízhatom az önítélő képességében és diszkréciójában. Úgy döntöttem tehát, hogy önhöz fordulok tanácsért azzal az igen kínos esettel kapcsolatban, amely az esküvőm után történt. A Scotland Yard felügyelője, Mr. Lestrade, már nyomoz az ügyben, de semmi kifogása sincs az ellen, hogy ön is közreműködjék, sőt úgy hiszi, ez növelni a megoldás esélyeit délután négykor meglátogatom önt. Remélem, ha más elfoglaltsága volt erre az időpontra, azt el fogja harasztani, a szóban forgó úgy ugyanis mindennél fontosabb. Őszinte híve? Szent Simon. A levelet, mint a keltezésből kiderül, a Grovenor Mansionban írták. Azt is látom, hogy tollal és hogy a nemes úr közben összetintázta a jobb kisúját, jegyezte meg Holmes, miközben összehajtogatta a levelet. Azt mondja, négyre jön. Most három óra van, tehát egy óra múlva itt lesz. Akkor éppen annyi időm van, hogy tájékozódjam az ügyben, persze ha ön is segít. Lapozza fel azokat az újságokat, és szedje időrendbe az ide vonatkozó híradásokat, amíg én utána nézek, ki is az ügyfelünk. Egy vörös kötésű kötetet vett le a kandalló mellett sorakozó kézikönyvei közül. Meg is van. Lelkendezett, majd leült, és a nyitott könyvet kisimította a térdén. Lord Rábor Walsingham de Verde de Simon, Balmorel hercegének második fia. Tűha! A címere, világos kék mezőben fekete sáv, benne három kereszt. 1846-ban született, e szerint 41 éves, vagyis nem éppen korán nősült. A legutóbbi kormányban a gyarmatügyi miniszter helyettese volt. Apja, a herceg egy időben külügyminiszter is volt. Egyenes leszármazottai a Plantagenet háznak, leányágon pedig a csúdoroknak. Ejha! Na, mindegy, ez nem különösebben tanulságos számunkra. Magához kell fordulnom, Watson, némi kézzel fogható adatért. Nem volt nehéz megtalálnom, amire szükségünk van, mondtam, az események ugyanis egészen frissek, és az eset már akkor szemet szúrt nekem, amikor először olvastam. Csak azért nem hozakodtam elő vele önnek, mert tudtam, hogy most egy bizonyos ügyjel foglalkozik, és ilyenkor nem szereti, ha más dolgokkal zavarják. Ja, arra a piszlicsárék is ügyre gondol, a grovenor téri bútorszállító kocsival kapcsolatban. Már minden részlete tisztázódott, sőt, tulajdonképpen az első pillanattól kezdve teljesen világos volt. Hát akkor, legyen szíves, mutassa be a szemlézése eredményét. Íme, az első adalék, ennél régebbit nem találtam. A The Morning Post karovatában jelent meg, amint látja, már néhány héttel ezelőtt. Azt mondja, ha hinni lehet a szóbeszédnek, hamarosan előkelő esküvőre kerül sor. A vőlegény Lord Szent St. Simon, Barmorel hercegének második fia, a menyasszony pedig az amerikai Miss Heti Doren, aki egyetlen lánya Mr. Aloysius Doren úrnak San Francisco, Kalifornia. Ennyi az egész. Tömör és lényegre törő, jegyezte meg Holmes, és hosszú, vékony lábát a tűz felé nyújtotta. Már ugyanazon a héten az egyik társasági labban bővebben is foglalkoztak a hírrel. Itt van, ni, úgy látszik, nem sokára védővám rendelkezéseket kell bevezetni a házasságpiacon, ugyanis a dívó szabadkereskedelmi elvek csöppet sem kedveznek a hazai járuknak. Nagy-Britannia arisztokrata otthonainak kormányúdját egymás után ragadják kezükbe óceánon túli bájos rokonkák. A múlt héten újabb fődíjjal gyarapodott a lista, amelyen ezeknek az ellenállhatatlan betolakodóknak a nyereményei sorakoznak. Lord St. Simon, aki több mint húsz éven keresztül védetnek bizonyult a pajkos istenség nyilaival szemben, most végérvényesen bejelentette közelgő házasságát Miss Heti Dorennel, egy kaliforniai milliómos elbűvölő lányával. Miss Doren, akinek kecses termete és feltűnően szép arca sokak figyelmét magával ragadta a Westbury House báján, atya egyetlen gyermeke, és az a hír róla, hogy a hozományának összege bizonyosan hadszámjegyű lesz, a jövőbeli örökségről nem is beszélve. Mivel nyílt titok, hogy Balmorel hercege az utóbbi néhány év során kénytelen volt festményeit eladogatni, Lord St. Simonnak pedig egy kis dicsmóri birtokot kivéve nincs saját vagyona, kézenfekvő, hogy nem a kaliforniai örökös lány az egyetlen nyertese ennek a frígnek, amely, az immár egyszerű és megszokott módon, egy republikánus hajadomból brit gróf kreál. Egyéb? Ásított Holmes. Ó, rengeteg van még. Egy újabb híradás a The Morning Postban közli, hogy az esküvő teljesen csendes, zárt körül lesz, a Hanover téri Szent György templomban tartják, csak fél tucat közeli barát lesz meghívva, és azután a násznép a géten berendezett házba vonul, amely Mr. Alois Usdoren tulajdona. Két nappal később, vagyis múlt szerdán, egy rövid közlemény adta hírül, hogy az esküvő lezajlott, és a pára mézes heteket Lord Beckwader birtokán, Petersfield közelében tölti. Nagyjából ennyi jelent meg a mennyasszony eltűnése előtt. Mielőtt? Kapta fel a fejét, Holmes. A hölgy eltűnése előtt. Miért? Mikor tűnt el? Az esküvői ebéd alatt. Nocsak? Ez érdekesebb, mint gondoltam volna. Sőt, mondhatnám, egész drámai. Igen. Nekem is úgy tűnt, mintha ez a fejlemény kissi előtne a szokásostól. Az egészen gyakran előfordul, hogy valaki még a szertartás előtt eltűnik, olykor az is, hogy a mézes hetek alatt, de e fajta időzítésről még nem hallottam. Ugyanavasson már be a részletekbe, vaconom. Figyelmeztetnem kell, hogy az adatok meglehetősen hiányosak. Mi talán ki tudjuk majd őket egészíteni. Egyetlen cikk foglal magában mindent, a tegnap reggeli labban jelent meg. Felolvasom. A címe, rendkívüli incidens egy előkerű esküvőn. Nos, Lord Ravers Simon családját mélyen lesújtotta az a furcsa és kínos esemény, amely a Lord esküvője után történt. A szertartásra, amint azt már a tegnapi lapok röviden hírül adták, tegnap előtt délelőtt került sor, de csak most arra kerültünk abba a helyzetbe, hogy megerősítsük a makacsú terjengő szóbeszédet. Annak ellenére, hogy a család barátai megkísérelték eltussolni az ügyet, Mostanáig igen széles nyilvánosság szerzett róla tudomást, és imár semmi értelme nem lenne, ha megpróbálnánk tudomást sem venni a szóbeszédről. A szertartáson, amely a Hanover Square-i Szent György templomban, szűk körben zajlott, a mennyasszony édesapján, Aloysius Doren úron kívül csak Balmorel hercegnője, Lord Beckwader, Lord Justus és Lady Clara Saint Simon, azaz a vőlegény öccse és húga, továbbá Lady Alisa Widdington volt jelen. A násznép azután Mr. Aloysius Doren házához ment, a Lancaster gétre, ahol ebéd várta őket. Itt egy bizonyos nő, akinek a neve nem derült ki, állítólag kisebb zavart támasztott, megpróbált ugyanis a násznép nyomában erőszakkal behatolni a házba, mondván, hogy bizonyos követelései vannak Lord St. Simonnal szemben. Egy inasnak és a komorniknak csak hosszas és kínos jelenet után sikerült kituszkolnia. A menyasszony, aki szerencsére még ez előtt a kellemetlen közjáték előtt lépett be a házba, a többiekkel együtt asztalhoz ült, majd hirtelen rosszul létre hivatkozva visszavonult a szobájába. Amikor hosszas táfoléte miatt már megjegyzések hallatszottak, az apja utána ment, a szobalánytól azonban azt kellett hallania, hogy heti kisasszony csak egy pillanatra rohant be a szobájába, magára kapta felöltőjét és sapkáját, majd nyomban leszaladt a lépcsőn. Az egyik inas közölte, hogy ő látott egy ilyen öltözékű hölgyet kisietni a házból, eszébe sem jutott azonban, hogy az úrnőjével azonosítsa, hanem a társaság egyik tagjának vélte. Miután Aloysius Doren meggyőződött róla, hogy a leánya eltűnt, az ifjú férjel egyetértésben azonnal értesítették a rendőrséget. Pillanatnyilag széles körű nyomozás folyik, amely remélhetőleg rövidesen tisztázza ezt a rendkívül különös esetet. Tegnap késő estig azonban még semmi sem derült ki az eltűnt hölgy hollétéről. Szárnyra kapott a hír, hogy büntény történt, és a rendőrség állítólag le is tartóztatta azt a nőt, aki először a rendzavarást okozta. Azt gyanítják, hogy talán az ő féltékenysége játszhatott közre a mennyasszony titokzatos eltűnésében. Ennyi az egész? Még van egy bekezdés a reggeli labban, rövidke, de lényegre törő. S mi légyen az? Az, hogy Miss Flora Millard, aki a zavart keltette, csak ugyan letartóztatták. Kiderült, hogy régebben az Allegro táncosnője volt, és jó néhány éve ismeri a vőregényt. Egyéb részletekről nem tudósítanak, úgyhogy az ügy most már az ön kezében van, legalábbis annyi, amennyit a sajtóból megtudhatott róla. No, annak alapján kimondottan érdekes ügynek látszik. A világért sem szalasztanám el. De már szól is a csengő, Watson, és mivel néhány perccel múlt négy, ez nyilván főrangú ügyfelünk lesz. Eszébe ne jusson elmenni, Watsonom, nagyon szeretném, ha lenne egy tanúm, ha másért nem, hogy valaki ellenőrizze a memóriámat. Lord Rubber St. Simon Jelentette be inasunk, és sarkig tárta az ajtót. Szimpatikus, finom vonású úriember lépett be. Halovány arcbőre, pisze orra, a szája körül játszadozó bőgös ráncocska, a tágra nyitott szem, a merev tekintet mind-mind olyan emberre vallott, aki beleeszületett a hatalomba, és megszokta, hogy mindig engedelmeskednek neki. Mozdulatai elevenek voltak, egész megjelenése mégis idősebbnek mutatta a koránál, ugyanis kicsit görnyetten tartotta magát, és kissé behajlított térdel ahogy levette hajlott karimájú kalapját, látszott, hogy körben a haja is őszül, és a feje tetején már ritkul. Öltözéke szinte már a piperkötség határait súrolta. Magas gallért viselt, fekete császárkabátot, fehér mellényt, sárga kesztyűt, bőrcipőt és virágos kamáslit. Lassú léptekkel jött bejebb a szobába, fejét jobbra-balra forgatta, jobb kezében pedig aranycsiptetőjének zsinóriát himbálta. Jó napot, Lord St. Simon! Állt föl meghajolva Holmes. Kérem, foglaljon helyet a fonott Ez az úr a barátom és munkatársam, Dr. Watson. Jöjjön közelebb a kandallóhoz, hadd beszéljük meg az ügyét. Képzelheti, mennyire kínos nekem ez az ügy, Mr. Holmes. Rendkívül érzékenyen érint. De, úgy tudom, ön több hasonló kényes ügyet oldott már meg sikeresen, bár alig ha ugyanebből a társadalmi osztályból származtak a megbízói. Nem, egyre lejjebb adom. Tessék! A legutóbbi ilyen jellegű ügyemben egy király volt a megbízóm. Csak ugyan? No, ezt igazán nem tudtam. És melyik király volt az? Skandinávia királya. Hogyan? Az ő felesége is eltűnt. Nyilván meg fogja érteni, mondta Holmes nyájasan, hogy egyéb ügyfeleimnek ugyanolyan diszkrécióval tartozom, mint amilyet önnek ígérhetek ebben az ügyben. Ó, hogy ne! Nagyon helyes! Nagyon helyes! Bocsánatot kell kérnem! Az ügyemmel kapcsolatban pedig kész vagyok megadni bármilyen felvilágosítást, amely a segítségére lehet a következtetéseihez. Köszönöm! Értesültem már mindarról, ami a sajtóban megjelent, de semmi egyebet nem tudok. Feltételezem, hogy ezek a híradások helytállók, például itt ez a cikk, amely a mennyasszony eltűnéséről ír. Lord Szent Simon átfutotta. Igen, helyén való, legalábbis amennyit elmond az esetről. Ahhoz azonban, hogy valamilyen elképzelést alkossak, még bőséges kiegészítésre lesz szükségem. A leghelyesebb, ha egyenesen önt kérdezem, és úgy szedem össze a részleteket. Parancsoljon! Mikor ismerkedtek meg Miss Heti Dorennel? Egy évvel ezelőtt, San Franciscóban. Ön akkor az Egyesült Államokban utazgatott? Igen. Akkor jegyezték el egymást? Nem. De már szívélyes viszonyban voltak? Jól éreztem magam a társaságában, és ezt ő is látta rajtam. A hölgy apja nagyon gazdag. Azt mondják, ő a leggazdagabb ember a Csendes-óceáni parton. És hogyan szerezte a pénzét? A bányáiból. Pár évvel ezelőtt még semmi sem volt, aztán egyszer csak aranyra bukkant, a hasznot ügyesen fektette be, és öles léptekkel haladt egyre előre. Milyen benyomások alakultak ki önben az ifjú hölgy, vagyis a feleségének jelleméről? Az arisztokrata kissé gyorsabban kezdte himbálni a csíptetőjét, és a tűzbe bámult. Az az igazság, Mr. Holmes, mondta, hogy a feleségem már húsz éves volt, amikor az apja gazdag ember lett. Addig szabadon jött ment a bányavidéken, barang volt az erdőkben, hegyekben, így a neveléséről inkább a természet gondoskodott, mint az iskola. Mi vadócnak és ördögfiókának mondjuk az ilyen szabad, független természetű lányokat, és oda ráadásul semmilyen hagyomány sem rak rájuk. A feleségem lendületes, mondhatnám, sodró egyéniség. Egy pillanat alatt dönt, és aztán bátran belevág a dologba. Másrésztről viszont, természetesen, nem ruháztam volna rá azt a nevet, amelyet viselni magamnak is megtiszteltetését egy fensőséges köhintés következett, ha nem volnék meggyőződve arról, hogy ő alapjában nemes lélek. Úgy hiszem, hogy képes hősies önfeláldozásra, és távol áll tőle mindenféle becstelenség. Van fényképe róla. Ezt hoztam magammal. Kinyitott egy medaliont, és egy nagyon szép női kép elénk. Nem fénykép volt, hanem elefántcsont miniatűr, melyen a művésznek sikerült kifejezően ábrázolnia a fénylő fekete hajat, a hatalmas fekete szemet és a gyönyörű szájat. Holmes sokáig nézte, s miután alaposan áttanulmányozta, becsukta a medaliont, és visszaadta Lord Szent Simonnak. Az ifjú hölgy tehát Londonba jött, és önök felújították az ismerettséget. Igen, az apja áthozta a londoni bári szezonra. Találkoztunk néhányszor, eljegyeztük egymást, és végül elvettem feleségül. Úgy értesültem, hogy a hozománya igen tekintélyes. A hozomány kielégítő. Nem nagyobb, mint amekkora a mi családunkban szokásos amely, természetesen, az öné marad, hiszen a házasság már fait Efelől egyáltalán nem érdeklődtem. Ez nagyon is érthető. Találkozott Miss Dorennel az esküvő előtti napon. Igen. És jó hangulatban volt a mennyasszonya. Nagyon jó kedve volt. Egyfolytában a jövendő terveinkről beszélt. Hm, ez igen érdekes. És az esküvő délelőttjén a lehető legderűsebb volt, legalábbis, amíg a szertartás véget nem ért. És akkor látott rajta valami változást. Az igazat megvalva, akkor láttam az első jelét annak, hogy a modora kissé csípős. Az eset azonban annyira jelentéktelen, hogy nem érdemes szót vesztegetni rá, semmiféle köze nem lehet az ügyhöz. Azért csak mondja el nekünk. Gyerekes dolog. Ahogy a templomban a sekresztje felé tartottunk, elhaladtunk az első pedző előtt, és a feleségem bejtette a csokrát a padba. Rövid fennakadást támadt, de a padban ülő úr visszaadta a csokrot, amelynek egyébként nem lett semmi baja. Mégis, amikor említést tettem róla a feleségemnek, hirtelen felcsattant, és még hazafelé a kocsiban is nagyon izgatottnak tűnte miatt a semmiség miatt. Na hát! Szóval azt mondja, hogy egy úr ült az első sorban. A nagy közönség köréből is voltak tehát az esküvőn. Igen. Nem lehet kitiltani őket, ha a templom nyitva van. Nem a felesége egyik barátja volt ez az úr. Nem, dehogy. Úrnak is csak udvariasságból nevezem, ugyanis teljesen közönséges külsejű alak volt. Nem is nagyon vettem észre. Azt hiszem azonban, hogy alaposan elkalandoztunk a tárgytól. Lady Saint Simon tehát kevésbé derűs lelki állapotban tért vissza az esküvőről, mint ahogyan odament. Mit csinált akkor, amikor újra belépett az apja házába? Azt láttam, hogy a szobarányával beszélget. Ki ez a szoborány? Amerikai, Elisa neve. A feleségem hozta magával még Kaliforniából. Bizalmas szolgálója. Kissé túlságosan is az. Mintha az úrnője kissé sokat engedne meg neki. Amerikában, persze, másként vélekednek ezekről a dolgokról. Milyen hosszan beszélgetett a felesége ezzel az erisszel? Ó, csak egy pár percet. Nekem közben egyéb dolgokon járt az eszem. Nem hallotta, miről beszélgettek? Lady Saint Simon valami rátenyerelést emlegetett. De fogalmam sincs, mit akart ezzel mondani. Mit csinált a felesége azután, hogy befejezte a társalgást a szobarányjal? Bevonult az ebédlőbe. Az ön karján? Nem, egyedül. A maga feje után ment az ilyen kis dolgokban. Aztán, amikor már körülbelül tíz perce ültünk az asztalnál, hirtelen felállt, pár bocsánatkérő szót mormogott, és kiment a szobából. Nem is jött vissza. De tudomásom szerint ez a szobalány, Elis, azt vallotta, hogy a lédi a szobájába ment, mennyasszonyi ruhájára egy hosszú köpenyt kanyarított, kalapot tett a fejére, és kiment a házból. Pontosan így van. Azután pedig látták, hogy bemegy a Hyde Parkba, Flora Miller társaságában. Ő az a hölgy, aki korábban háborgatta Mr. Doren házát. Most már őrizet alatt áll. Aha, Szeretném, ha mondana néhány dolgot a hölgy kilétéről, és hogy milyen viszonyban áll vele. Lord Szent Simon vállat vont, és felhúzta a szemöldökét. Jó viszonyban voltunk néhány éven keresztül, talán mondhatom úgy, hogy nagyon is jó viszonyban. Flóra táncos nő volt az Allegróban. Nem voltam hozzá szűk és igazán semmi oka sincs, hogy panaszkodjék rám, de tudja, milyenek a nők, Mr. Holmes. Flóra nagyon kedves teremtés, de rendkívül forrófejű, és odaadóan ragaszkodott hozzám. Rémes leveleket irkált nekem, amikor megtudta, hogy meg fogok nősülni, és az igazat megvalva, azért is rendeztem ilyen csendes, zárt körű esküvőt, mert attól tartottam, hogy botrány tör ki a templomban. Miután visszatértünk Mr. Doren házához, ő is odajött, megpróbált erőszakkal behatolni, és gyalászkodó kifejezésekkel illette a feleségemet, sőt fenyegette is. Én azonban számítottam ilyesmire, és oda jó előre két civil ruhás rendőrt, akik egy-kettőre ki is tessékelték. Le is csillapodott, amikor látta, hogy semmi értelme sincs patáriát csapni. A felesége hallotta mindezt. Nem, hál' Istennek nem. És utána mégis ezzel a nővel látták sétálni. Igen. Éppen ezt a fejleményt tartja igen súlyosnak Lesztrát felügyelő. Úgy véli, hogy Flóra kicsalhatta a feleségemet, és valami szörnyű csapdát állított neki. Nem lehetetlen. Ön is így gondolja? Azt nem mondtam, hogy valószínű is. Ön sem gondolja, hogy ilyesmi számításba jöhet, ugye? szerintem Flóra a légynek sem tudna ártani. No persze a féltékenység igen különös jellemváltozásokat is okozhat. Mondja el, kérem, mi az ön elképzelése mindarról, ami történt? Én azért jöttem, uram, hogy halljak egy elképzelést, nem pedig, hogy előterjesszek egyet. Ön elé a tényeket. Mindazonáltal, ha már megkérdezte, lehetségesnek tartom, hogy az esemény izgalma, a hatalmas társadalmi emelkedés tudata valami zavart váltott ki a feleségem idegrendszerében. Egy szóval hirtelen megzavarodott volna. Nos, ha tekintetbe veszem, hogy képes volt hátat fordítani, nem is nekem, hanem mind annak, amire oly sokan sikertelenül vágyakoznak, akkor alig ha tudnék más magyarázatot adni. Hát, természetesen, ez a feltételezés is elképzelhető, mondta mosolyogva Holmes akkor, Lord St. Simon, azt hiszem, majdnem minden adat a kezemben van. Még csak egyet kérdeznék. Úgy ültek az asztalnál, hogy kiláttak az ablakon. Igen, az út túloldalára és a parkra láttunk a helyünkről. Helyes. Akkor nincs szükség rá, hogy tovább tartóztassam. Értesíteni fogom. Remélem, nem hagyja cserben a szerencséje, és megoldja a rejtét, átfel az ügyfelünk. Már meg is oldottam. Hogyan? Jól hallok? Igen, már meg is oldottam. Akkor hol van a feleségem? Rövidesen ezt is tudom majd közölni. Lord Szent Simon a fejét rázta. Sajnos, az az érzésem, ehhez bölcsebb koponyák szükségesek, mint az öné vagy az enyém, mondta, majd méltóság teljesen, régimódiasan meghajolt és távozott. Igazán nagy megtiszteltetés Lord St. Simon részéről, hogy a koponyámat egy szinten emlegeti a sajátjával, szólalt meg nevetve Sherlock Holmes. Most pedig a keresztkérdések után jól fog esni egy viszkiszódával, utána pedig egy szivar. Az ügyjel kapcsolatos következtetéseim már készen voltak, mielőtt az ügyfelünk belépett volna a szobába. Na de Holmes! Több hasonló esetről vannak feljegyzéseim, bár, mint említettem, egyik sem volt ennyire gyors és váratlan. Az egész vizsgálódásom csak arra irányult, hogy a sejtésemet bizonyossággá változtassam. A közvetett bizonyíték olykor igen meggyőző lehet, mint például az, ha valaki pisztrángot talál a tejben, hogy toró példáját említsem. De hát én is hallottam mindazt, amit ön. Nincs azonban tudomása azokról a korábban előfordult esetekről, amelyeknek én itt nagy hasznát veszem. Volt egy ugyanilyen ügy Eberdinben pár évvel ezelőtt, és egy igen hasonlatos Münchenben, egy évvel a francia porosz háború után. Ez olyan eset, amikor, á, á de nézze csak, itt van Lesztrád. Jó napot, Lesztrád! A kredencben talál még egy poharat, és vegyen szivart a dobozból. A Scotland Yard detektívje durva viharkabátot és kravátit viselt, nagy fekete vászontáska volt a kezében. Ebben az öltözékben inkább tengerésznek tűnt, mint felügyelőnek. Kurtán üdvözölt minket, majd leült, és rágyújtotta Holmes kínált a szivarra. Mi újság? Kérdezte felcsillanó szemmel Holmes. Bosszúsnak látszik. Az is vagyok. Ez a Szent Simon féle házasság ügy pokolian bonyolult. Nem tudok eligazodni rajta. Csak ugyan nem? Ez meglep. Az ördög látott még ilyen kacifántos ügyet. Minden, ami nyomra vezethetne, egyszerre kisiklik a markomból. Egész nap ebben az ügyben voltam talpon. És jócskán át is ázott, úgy látom, tapogatta meg Holmes Lestrát kabátjának ujját. Igen, a szerpentintóban kotoráztam. Te jó ég! Minek? Lady St. Simon hulláját kerestük. Sherlock Holmes hátradőlt a széken, és szívből felnevetett. A Trafalgar téri szökőkútban nem nézte? Kérdezte. Miért? Ezt miért mondja? Ott sincs rá kisebb esélye, hogy megtalálja a hölgyet, mint a Hyde Park tavában. Lesztrád dühös pillantást vetett a társamra. Maga természetesen már mindent tud, ugye? Morogta. Csak nemrég ismertem meg a részleteket, de már levontam a következtetést. Valóban. És az a véleménye, hogy a szerpentin nem játszik szerepet az ügyben. Úgy vélem, hogy ez nagyon valószínű. Akkor talán lenne olyan kedves megmagyarázni, hogyan lehetséges, hogy ezt ott találtuk. Kinyitotta a táskáját, és kirázott belőle a padlóra egy átázott, sejem mennyasszonyi ruhát, egy pár fehér szaténcipőt, egy koszorút és egy fájtlat. Minden lucskos volt és elszíneződött. Tessék! Tett a rakás tetejébe Lestrade egy új gyűrűt is. Ezt a diót szíveskedjék feltörni, Mr. Holmes. Na hát. A barátom füstkarikákat fújt a levegőbe. Tényleg a szerpentinből kotorta ki ezeket? Nem. A tó szélén lebegtek, a parkör talált rájuk. Megállapítottuk, hogy Lady Saint Simon ruhái, és úgy gondoltam, ha ott van a ruha, a test sem lehet messze. Ha ezt a brilliáns okoskodást követnénk, minden embert a ruhaszekrénye mellett kellene keresnünk. De mondja el, kérem, milyen eredményre számított mindebből. Bizonyítékot kerestem arra, hogy Flora millarnak köze van a hölgy eltűnéséhez? Azt hiszem, ez elég nehéz lesz. Úgy gondolja? Csattant felkeserűen lesz trád. A maga dedukciói és indukciói, Holmes, nem túl gyakorlatias dolgok. Maga most két perc alatt ugyanannyi baklövést követett el. Ez a ruha igenis bizonyítja, hogy Flora millarnak köze van az eltűnéshez. Hogyan? A ruhám van egy zseb. A zsebben van egy névjegytárca. A névjegy tárcában van egy cédula. Itt van. Kivágta Holmes elé az asztalra, mint egy kártyalapot. Nézze csak! Ha ennek vége, találkozunk. Majd jelzek. F. H. M. Az én elképzelésem kezdettől fogva az volt, hogy Flora Miller valahogy elcsalta Lady St. simon és nyilván az ő, meg persze a cinkosai lelkén szárad az eltűnése. Itt van a monogramja a cédulán, amelyet valószínűleg az ajtóban csúsztatott a kezébe, és ezzel sikerült a lédit a maga közelébe csábítania. Nagyszerű, lesz rád! Mondta nevetve Holmes. Na, hadd nézzem! Közönyösképpel vette kezébe a cédulát, de egyszerre megkeményedett a tekintete, és elégedett kiáltást hallatott. Ez csak ugyan nagyon fontos, jelentette ki. Szóval maga is úgy gondolja? De még mennyire? Fogadja forró gratulációmat. Lestrade diadalittasan felállt, és közelebb hajolt. Hé! Kiáltott Holmesra. Maga nem a jó oldalát nézi. Dehogy nem. Ez a jó oldal. Ez? Maga megbolondult. Az üzenetet a másik oldalra írták Ceruzával. Ezen az oldalon viszont egy részlet van egy szállodai számlából. Ez engem nagyon érdekel. Nincs benne semmi? Már megnéztem, mondta Lestrade. Október 4 szoba 8 shilling, reggeli 4 shilling 6 penni, koktél shilling, ebéd 2 shilling 6 penni, egy pohár seri 8 penni. Nem látok semmit ebben. Ezen nem is csodálkozom. Mindazonáltal mégis igen fontos. Ami az írást illeti, természetesen az is fontos, legalábbis az aláírás az, úgyhogy ismételten gratulálok magának. Na, eleget vesztegettem az időt, átfelleszt rád. Én a kemény munka híve vagyok, nem hiszek a kandalló mellett szövögetett elméletekben. Viszont látásra, Mr. Holmes, és majd meglátjuk, melyikünk jut el előbb a megoldáshoz. Fölvette a mennyasszonyi holmikat, belegyűrte a táskájába, és az ajtóhoz indult. Adok magának egy hasznos tippet, Lestrade, szólt a riválisa után Holmes. Sőt, elmondom az ügy igazi megoldását. Lady Saint Simon csak legenda. Nincs, és soha nem is létezett ilyen személy. Lestrát szomorúan nézett a társamra, aztán felén fordult, komoly képpel háromszor a homlokára paskolt, és elsietett. Alig, hogy becsukta maga mögött az ajtót, felállt Holmes is, és felvette a felöltőjét. Van valami abban, amit a pasas a terepmunkáról mond, jegyezte meg, úgy, hogy egy kicsit magára hagyom az újságjaival, vatszonom. Öt óra elmúlt már, amikor Holmes eltávozott, de nem sokáig maradtam egyedül, ugyanis egy órán belül megjött a fűszeres segédje egy hatalmas lapos dobozzal. Hozott magával egy inas gyereket is, akinek a segítségével kipakolta, és nagy meglepetésemre egy pillanat alatt lukuluszi szintű hideg vacsora terült szerény bérlakásunk ebédlőasztalára. Egy pár hideg szalonka, egy fácán, pástétom és számos pókhálós, öreg palac került elő a dobozból. A két látogató megterített, aztán eltűnt, mint az ezer egy éjszaka dzsínjei. Csak annyit mondtak, hogy mindezek a finomságok ki vannak fizetve, és erre a címre küldették velük. Nem sokkal kilenc óra előtt Holmes lépett fürgén a szobába. Vonásai komorak voltak, de csillogó szemén láttam, hogy következtetéseiben nem kellett csalatkoznia. Á, szóval feltállalták a vacsorát. Mondta a kezét dörzsölve. Ön ezek szerint vendégeket vár. Öt személyre terítettek. Igen, azt hiszem, egy kis társaság fog betérni hozzánk, mondta. Tulajdonképpen csodálkozom, hogy Lord St. Simon még nincs itt. De azt hiszem, éppen az ő lépteit hallom a lépcsőn. Csak ugyan délutáni látogatónk lépett be, csíptetőjét most még szaporábban lengette, és arisztokratikus vonásain zaklatott kifejezésült ezek szerint megkapta az üzenetemet, fordult hozzá Holmes. Igen, és meg kell mondanom, hogy a tartalma fölött feldult. Van alapja mindannak, amit állít. A lehető legszilárdabb. Lord Szent Simon egy székre rogyott, és homlokát végig simította a kezével. Mit fog szólni a herceg, dörmögte, ha meghallja, hogy a család egyik tagját ilyen megaláztatás érte. Merő véletlenről van szó. Nem látok ebben semmilyen megaláztatást. Ön más szemszögből nézi ezeket a dolgokat. Szerintem nem lehet hibáztatni senkit. Nem igen hiszem, hogy a hölgynek módjában lett volna másképp cselekedni, bár az, hogy ilyen kurtán furcsán elrohant, kétségkívül kifogásolható. Nincs édesanyja, aki ilyen válságos helyzetben tanácsot adhatott volna neki. De ez packázás volt, kedves uram. Nyilvánosan semmi bevettek, háborgott Lord St. Simon, miközben az asztalon dobolt az ujjával. Tekintettel kell lennie rá, hogy ennek a szegény lánynak igazán példátlan helyzetben kellett cselekednie. Nem veszek tekintetbe semmit. Nagyon haragszom, mert gyalázatosan bántak velem. Azt hiszem, csengettek, mondta Holmes. Igen, lépéseket hallok odalent. Ha én nem tudom rávenni, hogy legyen elnéző, Lord St. Simon lesz itt még egy szószólója az ügynek, ő talán több sikerrel jár. Kinyitotta az ajtót, és betessékelt egy hölgyet és egy urat. Lord St. Simon fordult hozzá, engedje meg, hogy bemutassam Mr. és Mrs. Francis Hay A hölgyel, azt hiszem, már találkozott. A jövevények láttán klienszünk felugrott a székből, és kihúzta magát, gőgösen maga elé nézett, kezét pedig császárkabátja gombolásába dugta a mellén. Maga volt a megbántott méltóság. A hölgy gyorsan előre lépett, és kezét nyújtotta neki, de a lord még csak rá sem nézett. Talán jól is tette, mert ha ráemeli a tekintetét, veszélyben az eltökéltsége, a hölgy könyörgő arcának ugyanis nehéz lett volna ellenállnia. Maga haragszik rám, ráből. Szólította meg a hölgy. Persze minden oka megvan rá kérem, ne mentegetőzzék. Mondta Lord Szent Simon szemrehányóan. De igen, tudom, hogy rútul bántam önnel, és el kellett volna mondanom mindent, mielőtt elmentem, de nem voltam egészen magamnál. Attól fogva, hogy viszont láttam Londonban Franket, nem is tudtam, mit csinálok, mit beszélek. Csodálom, hogy nem rogytam össze az oltár előtt. Mrs. Moulton, ha óhajtja, a barátom és én szívesen kimegyünk a szobából, hogy zavartalanul megmagyarázhassa a dolgot, mondta Holmes. Ha szabad közbeszólnom, mondta az idegen férfi, már eddig is túl sok volt a titkolózás ebben az ügyben. Részemről örülnék, ha egész Európa és Amerika meghallaná az igazságot. Alacsony, izmos, napbarnított férfi volt, borotvált arcának határozott vonásai talpra esett elevenséget sugaltak akkor elmondom a történetünket most azonnal, kezdte a hölgy. Frank és én 84-ben ismertük meg egymást a McWire a Sziklás egység közelében, ahol apa a bérelt bánya területén dolgozott. El voltunk jegyezve egymással. Egy napon azonban apa gazdagérre bukkant, és igen megtollasodott, szegény Frank bányája viszont kimerült, és nem hozott semmit. Apa egyre gazdagabb lett, Frank egyre szegényebb, Végül apa nem volt hajlandó tovább fenntartani az eljegyzésünket, és elvitt engem Friszkóba. Frank persze nem nyugodott ebbe bele, utánam jött, és apa tudta nélkül találkozgattunk. Apa őrjöngött volna, ha megtudja, így aztán mindent magunk rendeztünk el. Frank azt mondta, hogy elmegy, és ő is meggazdagszik, és nem is jön vissza addig megkérni a kezemet, amíg nincs annyi pénze, mint apának. Én megígértem, hogy várok rá akár az idők végezetéig, s megfogadtam, hogy senki máshoz nem megyek hozzá, amíg ő él. Akkor miért nem házasodunk össze most rögtön? Kérdezte Frank. Így biztos lehetnék felőled, és amíg vissza nem jövök, senkinek sem mondom el, hogy a férjed vagyok. Megbeszéltük a dolgot, Frank mindent elintézett szépen, kerített papot is, aki ott helyben összeadott minket. Frank aztán elment szerencsét próbálni, én pedig visszamentem apához. Frankről legközelebb Montánából érkezett hír, aztán tudatta velem, hogy átment aranyatásni Arizonába, később pedig Új-Mexikóba. Végül az újságban olvastam, hogy egy bányásztábort megtámadtak az apacsok, és a meggyilkoltak között Frank nevét is felsorolták. Én majdnem holt alrojtam össze, utána pedig hónapokig nagyon beteg voltam. Apa azt hitte, hogy tüdővészt kaptam, és San Francisco minden második orvosával megvizsgáltatott. Utána több mint egy évig nem jött semmi hír, így hát nem kételkedtem benne, hogy Frank csak ugyan meghalt. Aztán Lord St. Simon eljött San Franciscóba, később mi jöttünk át Londonba, és megbeszéltük a házasságot, aminek apa nagyon örült, de én egész idő alatt éreztem, hogy szegény Frankem helyét soha senki sem tudja elfoglalni a szívemben. Azért, természetesen, ha együtt éltem volna Lord Simonnal, teljesítettem volna a kötelességemet iránta. A szerelmünknek nem tudunk parancsolni, de a cselekedeteinknek igen. Én azzal a szándékkal mentem bele az oltár elé, hogy olyan jó felesége leszek, ami csak tőlem telik. De képzelhetik, hogy mit éreztem, amikor az oltár elé érve néztem, és azt láttam, hogy Frank néz rám az első sorból. Először azt hittem, a kísértetét látom, de még egyszer hátra néztem, és még mindig ott volt, és a tekintete, mintha azt kérdezte volna, örülök-e neki vagy sem. Csodálom, hogy nem estem össze. Úgy éreztem, minden forog körülöttem, és a pap szavait is csak valami távoli zsongásnak hallottam. Nem tudtam, mit tegyek. Szakítsam félbe a szertartást, és csináljak jelenetet a templomban. Még egyszer Frankre néztem, ő pedig nyilván kitalálta a gondolataimat, mert az ujját a szája elé emelve jelezte, hogy maradjak nyugton. Aztán láttam, hogy egy darab papírra ír valamit, s tudtam, hogy az nekem szól. Amikor indultunk kifelé, odaejtettem hozzá a csokromat, ő pedig a kezembe csúsztatta a cédulát, amikor visszaadta a virágot. Csak egy sor volt, arra kért, hogy amikor gyeltad, menjek hozzá. A felől egy pillanatra sem volt kétségem, hogy most már elsősorban neki tartozom engedelmességgel, így kész voltam megtenni, akármit mond is. Amikor visszaértünk a házba, elmondtam mindent a szobalányomnak, aki ismerte Franket még Kaliforniából, és mindig a pártján állt. Utasítottam, hogy senkinek se szóljon, csomagoljon össze néhány holmit, és készítse ki a köpenyemet. Tudom, hogy szólnom kellett volna Lord St. Simonnak, de borzasztó nehéz lett volna ott az anyja meg a sok előkelő ember előtt. Úgy döntöttem, hogy egyszerűen elszököm, és majd később megmagyarázok mindent. Talán tíz perc sem telhetett el, amikor az ablakon át megláttam Franket az utca másik oldalán. Intett nekem, aztán lassan elindult a park bejárata felé. Én magamra kaptam a köntösömet és utána siettem. Közben egy nő jött oda hozzám, és beszélt valamit Lord Szent Simonról ebből úgy vettem ki, hogy a Lordnak is volt valami ügye a házasság előtt, de végül sikerült leráznom, és hamarosan utolérnem Franket. Kocsiba szálltunk, és a Gordon téri bérelt lakáshoz hajtottunk, ahol végre, oly hosszú várakozás után, megvolt az igazi menyegzőm. Kiderült, hogy Franket az apacsok lejtették, de megszökött tőlük, San francisco ment, ott kiderítette, hogy én halottnak hittem, lemondtam róla, és átjöttem Angliába. Utána jött, és végül éppen a második házasságkötésem napján rám talált. Az újságban olvastam a hírt, szólt közbe az amerikai. Közölték a neveket és a templomot, de azt nem, hogy hol lakik a hölgy. Azután megbeszéltük, hogy mit tegyünk. Frank a mellett volt, hogy tálaljunk ki mindent, de én úgy szégyeltem magam az egész miatt, hogy úgy éreztem, inkább eltűnök örökre, ne is lássak senkit többé, majd legfeljebb küldök apának egy pár sort, ha tudja meg, hogy még életben vagyok. Borzasztó volt arra gondolni, hogy az a sok lord és lady ott ül az asztal mellett, és várják, hogy visszajöjjek. Frank hallgatott rám, ezért fogta a mennyasszonyi ruhámat, összekötötte egy batyuba, és eldobta valahol, ahol senki sem találhat rá. Azt akarta, hogy ne jussanak a nyomomra. Valószínűleg Párizsba mentünk volna holnap, ha ez a kedves úr, Mr. Holmes, nem jön el hozzánk. Azt egyáltalán nem értem, hogy talált ránk. Bebizonyította nekem, hogy nem nekem, hanem Franknek van igaza, most már hiba lenne titkolóznunk. Felajánlotta, hogy beszélhetek négy szem közt Lord St. Simonnal, erre mi azonnal idejöttünk. Nos, Rábor, most már mindent hallott, igazán bocsánatot kérek, ha fájdalmat okoztam, és remélem, nem gondol nagyon rosszat rólam. Lord St. Simon merevsége egyáltalán nem engedett, a hosszú történetet összeszorított ajakkal és összeráncolt szemöldökkel hallgatta végig. Bocsásson meg, mondta, de nem szokásom a legszemélyesebb magánügyeimről ilyen nyilvánosan folytatni beszélgetést. Nem bocsát meg nekem? Nem fog velem kezet, mielőtt elmegyek. De hogy nem, ha ez önnek örömet okoz. A lord előre nyúlt, és hűvösen megszorította a hölgy kezét. Azt reméltem, próbálta megkörnyékezni Holmes, hogy velünk tart egy baráti vacsorára. Azt hiszem, túl sokat várt tőlem, uram, válaszolta őrortsága. Kényszerűségből bele kell nyugodnom ezekbe az új fejleményekbe, de azt alig, ha várhatják el tőlem, hogy még jókedvű is legyek. Ha megengedik, én most távozom. Jó éjszakát. Azzal meghajolt, és méltóság teljesen kisétált az ajtón. Akkor legalább azt remélem, hogy önök kitüntetnek a társaságukkal, mondta Sherlock Holmes. Mindig örülök, amikor amerikaiakkal találkozom, Mr. Moulton, ugyanis azok közé tartozom, akik bíznak benne, hogy egy régeség elkövetett uralkodói ostobaság meg miniszteri baklövés nem fogja megakadályozni gyermekeinket abban, hogy egy napon ugyanannak a világméretű országnak a polgárai legyenek, amelynek zászlajában egymás mellett vannak a csillagok és sávok meg a Union Jack. Nagyon érdekes volt ez az eset, szólalt meg Holmes, miután vendégeink elmentek, mert kiválóan példázza, milyen egyszerű magyarázata lehet egy első pillantásra kibobozhatatlannak tűnő ügynek. Nincs természetesebb annál, ahogyan a hölgy előadta az eseményeket, másfelől nincs furcsább annál, amit ezek az események eredményeztek, ha például Mr. Lesztrát szemszögéből nézzük a dolgot. Ön tehát egy pillanatra sem téved hamis nyomra? Két dolog volt számomra feltűnő, mindjárt kezdettől fogva, az egyik, hogy a hölgy vonakodás nélkül kész volt végigcsinálni a házassági szertartást, a másik, hogy a hazatérés után néhány perccel már megbánta. Nyilván történnie kellett valaminek a délelőtt folyamán, ami ennyire megváltoztatta a magatartását. Mi lehetett az a valami? Beszélni nem beszélhetett senkivel azóta, hogy otthonról elindult, mert egész idő alatt vele volt a vőlegénye. Akkor tehát meglátott valakit. Ha igen, akkor annak amerikainak kellett lennie, mert az alatta rövid idő alatt, amit ebben az országban töltött, alig ha tehetett szert valaki akkora befolyásra fölötte, hogy ő a pusztalátására teljesen megváltoztassa terveit. Látja, kizárásos módszerrel már addig eljutottam, hogy valószínűleg meglátott egy amerikait. No de ki lehet ez az amerikai, és miért tud ilyen nagy befolyást gyakorolni rá? Nos, amikor Lord St. Simon említést tett az első sorban ülő férfiról, s elmondta, hogy milyen hirtelen megváltozott a mennyasszony, tudtam, hogy a csokorelejtés átlátszó trükkje egy üzenet átadását szolgálta, abból pedig, hogy a lady a szobalányával suttogott, és elhangzott az a bizonyos célzás a rátenyerelésről, ami az aranybányászok zsargonyában azt jelenti, hogy valaki azt veszi használatba, amire másnak előjoga van, tökéletesen világossá vált a helyzet. A hölgy egy férfival szökött el, és a férfi vagy a szeretője, vagy az előző férje, de valószínűbb, hogy az utóbbi. De hogy a csodában talált rájuk? Ez akár elég nehéz is lehetett volna, de Lesztrát barátunk kezében olyan információ volt, amelynek értékével maga nem volt tisztában. Természetesen a monogram volt a legfontosabb, de talán még annál is értékesebb volt az az adat hogy egy héten belül az egyik legelőkelőbb londoni szállodában rendezte a számláját. Miből következtetett az előkelőségére? A magas árakból. Nyolc shilling a szoba, és nyolc penni egy pohár sherry, ez arra mutat, hogy az egyik legdrágább szállodáról van szó. Londonban nincs sok hely, ahol így megnyomnák a ceruzát. Már a másodikban, a Northumberland avenue kiderült a vendégkönyvből, hogy egy Francis Hamilton nevű amerikai úr egy nappal ezelőtt távozott, a számla másolatai között pedig megtaláltam az említett tételeket. Távozásakor meghagyta, hogy leveleit a Gordon Square 226 számra küldjék utána. Én azonnal oda mentem, és szerencsére otthon találtam a párocskát. Bátorkodtam néhány atyai jó tanácsot adni nekik, és meggyőztem őket, hogy minden tekintetben jobb lenne, ha tiszta vizet öntenének a pohárba, és mind a nagy nyilvánosság, mint pedig Lord St. Simon előtt tisztáznák a kirétüket és családi állapotukat. Meghívtam őket ide, hogy találkozzanak nálam a Lorddal, és, amint látja, őt is rávettem, hogy jelenjen meg a találkán. De nem járt túl nagy sikerrel, jegyeztem meg. Őrodsága viselkedése nem volt valami szívélyes. Ugyan, Watsonom! Mosolygott Holmes. Azt hiszem, maga sem lenne túl szívélyes, ha hosszadalmas udvarlás és az esküvő után hiphop azon kapná magát, hogy se felesége, se hozománya. Elnézően és szánalommal kell megítélnünk Lord Szent Szájmond, és adjunk hálát a szerencsecsillagunknak, hogy velünk hasonló eset aligha fordulhat elő. Húzza közelebb a székét, Watson, és adja ide, legyen szíves, a hegedűmet. Most az egyetlen megoldásra váró feladvány ugyanis az, hogy miként vészeljük át ezeket a barátságtalan őszi estéket. Vége.